Rövid távon jelenleg a mérnöki irodával országhatáron belül gondolkodunk. Futnak a magyar uniós projektek ivóvíz és szennyvíz tekintetében. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb uniós projekt az országban közel 700 milliárd forintos bekerülési költséggel a szennyvíz hálózat építése, úgynevezett KEOP-nak a jelenleg 1.2.0/B-de 7.1.2.0 volt a első kétfordulós változata. Ebbe tevékenykedünk, több sikeres pályázatot készítettünk, jelenleg is dolgozunk ilyen projekteken, valamint elég sok tervezési feladatunk van ehhez kapcsolódóan. Ez az elkövetkezendő időben leköti a kapacitásunkat. Amikor a pályázatkészítés és a tervezési fázis véget ér, akkor a megvalósítási szakasz következik. A műszaki állomány felkészültségére támaszkodva a mérnöki tendereken kívánunk indulni, és reménykedünk abba, hogy a most már egyre jobbnak tűnő közbeszerzési törvény mellett eredményes pályázatokat tudunk benyújtani, ami alapján, hogy a mérnöki munkát tudjuk végezni.